Tisztelettel, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, és már is köszöntöm kedves vendégeinket. Engedjék meg, hogy a hölgyel kezdjem. Hevesi Tóth Evelin, színésznő. Isten hozta Evelin nálunk. Köszönöm szépen. És mondjuk meg, hogy itt a Magyar Kanizsai Udvari Kamara Színház művészeit köszöntöm így is, elsősorban igazgató urat, Andrássy Attila urat, író, a Magyar Érdemrend tiszti keresztjének is kitüntetettje, és természetesen köszönöm, köszöntöm Tokai Csaba urat, aki majd elmondja, hogy a Rajongók című, amely ugye Kemény Zsigmond gyönyörű szép négy kötetes, tulajdonképpen drámája, tanúságtétel, tartalmát majd itt tisztázzuk, Erdélyről van szó, és bizony az 1600-as évekre kell nekünk visszamenni. Igazgató úr, önnek folyamatosan a programjában a magyar történelem különböző időszakának, periódusainak olyan minőségben kerül elő feldolgozásra a színmű vonatkozásában, ami meghatározó időszak volt a magyar történelemben. Ez, amiről most beszélünk, nem annyira ismertétett a magyar irodalomban sem, pontosabban Kemény Zsigmond talán a stílusát illetően egy picit háttérbe szorult, de amire tanít, változatlan aktuális. Ezt az időszerűséget dolgozta fel. Parancsoljon. Rajongók című műről van szó. Igen, hát üdvözlöm a nézőket. A következő, a Kemény Zsigmondot vissza kell hozni ugye a köztudatba, a közéletbe. Tehát itt egyszerűen egy rendkívül mélyen gondolkozó, pszichológus és filozófiai mélységekkel bíró íróról van szó. Az, hogy a stílusa régies, az hatodrendű. Az első rendű az, amit leírt. A másik a vallásháborúk időszaka. Hát lényegében ezek a vallásháborúk, akárhogy is nézzük, később átalakultak valláspótló ideológiák háborújaival a 20. században. Tehát lényegében ugyanaz a lelki dinamika hajtja a szereplőket a vallásháborúban, mint később a 20. század háborúiban. Tehát a saját meggyőződésnek az abszolutizálása, vagyis az, hogy az a tévhit, hogy az ember teljes mértékben felfoghatja a körülötte lévő valóságot, és csak az ő felfogása az, ami helyes, és az összes többire rá kell erőszakolni ezt a felfogást. Na most ez maga a rossz, és ez maga az, ami jelen van ebben az időben is, más formában. Mi visszatértünk egy régebbi formához, és egy nagy íróhoz, akit ugye hát mindenféleképpen megtiszteltetés feldolgozni. Úgyhogy emiatt vettem elő a Rajongókat, 1638-as évet, azon kívül az erdélyi fejedelemségnek a függő viszonyát kell szintén megnézni a török birodalomtól, amit utána kutattunk, mert nem pusztán a nagy írónak a műve alapján készült az előadás, hanem utána olvastunk, hogy akiket ő megemlít, például ugye Zülfikári, aki valójában Bene Antal nevezetű magyar ember, aki törökké lett, és a török szultánnak a tolmácsa volt, tehát mi másképp mutatjuk be valójában ki, vagy pedig Père Joseph, aki Richelieu mögött az akkori francia titkosszolgálatnak a főnöke. Tehát nagyon hasonlóan működött a világ, mint ahogy működik ma is. Talán az a különbség, hogy már nem lovon lovaglunk, hanem kocsikban nyargalunk. Az emberi tulajdonság úgy tűnik, hogy számos vonatkozásában, minőségében nem változik, csak a körülötte való világ technikája, technológiája, de ami ma van, az éppen pontosan azt próbálja megbontani, hogy face-to-face tudjanak az emberek egymással beszélni biológiai minőségükben, és nem pedig csak különböző csatornákon és technikákon keresztül. Visszalépve ebben a korban, Evelin kedves, hogyan érezte magát ebben a szerepkörben, de ezt ön fogja most meghatározni, mint ugye az 1630-as években, mint hercegnő, és egyáltalán, mint az uralkodó grémiumnak mégis meghatározó
tagja. Mennyire sikerült visszamenni ebben gondolatilag ebben a szerepkörben, hogy hitelessé tudja tenni? Kihívás visszamenni. Ugye szerintem ebben mindig az a legnehezebb, hogy vannak olyan általános érvényű örök emberi érzések és jelenségek, amik teljesen mindegy, hogy hány száz év telik el, ugyanúgy változatlanok maradnak. Változatlanul vagyunk szerelmesek, változatlanul tudunk féltékenyek lenni, és változatlanul hat ránk a hatalom is. Ami viszont nagyon más, hogy pár száz évvel ezelőtt teljesen más erkölcsi normák és szabályok szerint éltek emberek, és ahhoz, hogy az adott karakter hiteles legyen, ahhoz ezzel muszáj tisztában lenni. De mondjuk ezzel nekünk azért elég nagy szerencsénk van, mert szerintem nincs olyan történelmi kérdés, amit Attila ne tudna megválaszolni. Másrészt mi az elemző próbákon és az egész próba időszak alatt nagyon sokat foglalkozunk a korral, úgyhogy ez abszolút segített. És hát én imádom egyébként ezt a szerepet, úgyhogy nagyon hálás vagyok érte. Ugye Bátori Zsófiát játszom, és ő egy ízig-vérig igazi hercegnő, úgyhogy ezt nagyon-nagyon élveztem. Szó szerint, de itt van Kassai István szerepét alakító Tokai Csaba úr, úgyhogy szintén a kérdést válaszkal ezzel folytassa, hogy beleélni magát, hisz azért Andrássy Attila igazgató úr valóban oknyomozó módszerrel, nagyon kemény kutatásokat végez, úgyhogy mikor odaér, hogy akkor nézzük meg, hogy egy-egy történelmi személynek ki legyen majd a megformálója a létrehozandó gyönyörű történelmi darabba, addig ő több száz évet, ha csak nem ezret is visszamen, megy a kutatásokban, mert az összefüggéseket Európa vonatkozásában is figyeli. Tessék! Hát nekem ebben az előadásban Kassai István korlátnok szerepe jutott. A korlátnok mai megfelelője a miniszterelnök. Ő volt a fejedelem miniszterelnöke. És ez igazából egy negatív szerep, de hát ez megközelítés kérdése, hogy mi a negatív. Mert én Kassai Istvánt egy kiváló államférfinak tartom. Ebben a puskaporos hangulatban minden erővel azon volt, hogy a fejedelmet óvja a háborútól, megmentse az országot, és ezt legjobb tudása szerint művelte. Az már egy másik dolog, hogy miért is negatív ő, mert hát sok emberi gyarlósága volt. Imádta a pénzt, a hatalmat, és ezért is mindent elkövetett, hogy ezeket megszerezze és magáénak tudhassa. Rengeteg segítséget kaptunk Attilától a próba folyamat alatt. Tudását átadta nekünk, hogy ezzel is segítse a szerepformálást. Nagyon nagy segítség volt Pap Janónak a jelmeze, amit megláttam a terveket, és azonnal elkezdtem, és tudtam abban gondolkozni, hogy ez mindeközben ez az ember, ez a férfiú egy elegáns úr. Egy nyitott, mégis bármennyire konzervatív világot éltünk akkor, de nyitott a nyugat felé, hisz egy gyönyörű, szép barokk jelmezt tervezett nekem Pap Janó, kalappal, olyan kis cipellővel, tehát imádta a szépséget is ez a finom úr. Mindeközben azért kegyetlen is tudott lenni. Azért szakítom meg az emberi tulajdonságot, mert a díszletek. Minden előadása Andrássy Attilának nagyon nagy gondot fordít a díszleteknek a létrehozására. Az egész előadásoknak a menete az mind olyan, ami a színészek által mozgatható díszletek, de amiben ők benne vannak, az úgy, ahogy van korhű. Megtalálni az anyagot, megtalálni az összefüggést férfi és a női ruházatokban, ez külön egy történelmi bizony vizsgálat, és mindig teli találat, úgyhogy csak azért szólalok meg, mert a hercegnő díszlete is, és a hercegnő ruházata, de úgy, ahogy van, a teljes szereplőgárdának a ruházata tökéletesen a kort ebben a formában is idézi, és ez is segíti, gondolom, a színészeknek. Abszolút. A beszédét, az egymáshoz való kommunikáciát, de maradjuk még a tartalomnál, parancsoljon.
szereptanulás folyamán. Mi volt az, amit saját magából hozzáadott ehhez a szerephez? Hangszínben, tekintetben, a megengedhető utasításokon belül, ahogy készülnek, mert ez mindenkinek olyan, hogy a saját egyéniségét is hozzá kell, hogy adja. Hát egy nagyon fontos volt számomra, hogy bármennyire negatív figura, mégis próbáltam nem a negatívat játszani, hanem az ő igazát és igazságát megtalálni. Ez nagyon fontos, hisz bármennyire negatív, neki is megvan a saját igazsága, mint ahogy Jágónak is megvan az Otellóban. Ő is kegyetlen, gonosz, de megvan. Történelemben, kétségtelen. Ez nagyon fontos. Köszönöm szépen, igazgató úr. Azért az nagy kérdés, hogy mi a negatív, mi a pozitív. Tehát az, ami személyi szinten esetleg negatívnak tűnik, az közösségi szinten lehetséges, hogy pozitív. Tehát van, amikor olyan szigort kell alkalmazni, ami megment bennünket egy sokkal nagyobb katasztrófától, amit később következhet be. És nem mindig lehet, most kimondottan a korlátnok szerepéről beszélek, nem mindig a népszerűség az, ami a döntések népszerűsége, az nem biztos, hogy jóra vezeti a közösséget. Van, amikor népszerűtlen döntéseket kell hozni, és az szolgálja a közjót. Hogyne is, hogy az ember megnézni egy történelmi figurának a magánéletét, amennyire meg tudjuk kutatni, akkor kiderül, hogy van valami, ami pótlásként jelenik meg a magatartásában. Valami hiányzik neki, és ezt egy bizonyos attitűddel, ami a magatartását, vagy éppen a beszédtechnikáját is jelenti, kialakul. Úgyhogy végigmehetünk a történelmen, de én azt mondom, hogy maradjunk most egyelőre a Mi csodálatos rajongók című Kemény Zsigmond történelmi időszakban, és kérem önt, igazgató úr, erről a rajongóknak, a vallás történetnek a helyi akkori szituációját, hisz azért itt a világvallások közül a helyi vallások, és maga a új szituációban, minőségében beindult szombatosoknak egy nagyon-nagyon kényes együttélését is jelentik, akaratait is jelenti, de az ellentmondásait, hát ezt önök játsszák el nekünk, megkönnyítve a történelmi olvasmányokat, látványosan is megkapjuk a minőséget, parancsoljon. Hát az igazság, hogy vissza kell térnünk ebben az esetben a nyomtatásra. Tehát a kínaiak feltalálták a nyomtatást, és nem tették populárissá, pontosan abból az okból kifolyólag, mert úgy tartották, hogy nem biztos, hogy a közjót szolgálja a nyomtatás elterjedése, mert a tudás nem adatott még mindenkinek. Amikor Európába került a nyomtatás, és lefordították a Bibliát, akkor többen kezdték el magyarázni a saját szájuk íze szerint, és nagyon sok olyan ember volt, aki egy könyves ember volt. Van egy angol közmondás, ami azt mondja, hogy a legveszélyesebb a kevés tudás. Ezt ma is érzékeljük adott esetben. Na most, sajnos. Akkor, amikor elkezdték olvasni a Bibliát, mert az volt az első könyv, ami a kezükbe került, akkor ki nagyobb, ki kisebb hozzáértéssel kialakított egy-egy véleményt, és abban a korban robbantak a, mondjuk úgy, hogy kisegyházak, mert senkinek a hitét nem szeretném sérteni. Viszont az abszolút, tehát az a kizárólagosság, ami jelen volt minden egyes szentírás magyarázatnál, az viszont egy egészen durva, kaotikus korszakot idézett elő, hát Németország lakosságának helyenként a kétharmada bizonyos tartományokban ürült ki, halt meg, tehát olyan jellegű,
olyan jellegű tömeggyilkosságok kezdődtek, amik csak a 20. században, a két világháborúban köszöntek vissza. Viszont van egy másik része is, ami a magyar történelmet érinti, az pedig a töröknek a megosztó szerepe. Tehát itt nem elég megnézni a magyar történelmet, meg kell nézni, hogy hogyan számolódott fel a bizánci birodalom. Hogy milyen módon, melyik vallási nézeteket támogatták Bizáncban a törökök? Ha ezt végigviszük, akkor pontosan látjuk, hogy a megosztottságot támogatták mindig. Tehát például a kokáért most a neten találtunk angolul egy könyvet, amit gépi fordítással fordítottunk le, egy görög diplomatának a visszaemlékezése, aki ott volt a város elestekor, bizánci diplomatáról van szó, és ugye leírja a folyamatot. Ő szerinte a nyugati egyházzal való kiegyezés vezetett az 1453-as ostromáig Konstantinápolynak. Amikor ezt így végigvezetjük, és akkor rátesszük a magyar történelemre, akkor pontosan látjuk, hogy a megosztottság az az egyik, tehát a török birodalomnak az alapvető érdeke volt. Úgyhogy nem tudjuk, egy a lényeg, nem szabad a magyar történelmet kivennünk az európai történelemből. Nem lehet. Egészen biztos, hogy nem Ausztráliában élünk, ahol ugye délről a pingvinek, északról az emberevők, meg egy hatalmas tenger határolja azt a szigetországot, és nincs semmi a szomszédja, nem. Mi Európa közepén élünk, és hogyha bármi az Ebrónál történik, a Volgánál, vagy Konstantinápolynál, mi azt érezni fogjuk. Ez csak ebben az összeszőtt európai valóságban tudjuk megérteni a magyar történelmet. Tehát ebbe mentünk bele úgy, hogy közben vezetett bennünket egy zseniális író, aki valóban bölcsész is, és lélekbúvár is. Talán a magyar irodalom talán legnagyobb lélekbúvára elképesztő Kemény Zsigmondnak az emberismerete. Annál is inkább, mert maga nem a first, úgy tetszik, felső százezerhez tartozott, nem élvezte a kényuraknak kedve szerinti tevékenységeket. Ő egy olyan nézőpontból nézte a saját történelmét és az egyes ember sorsát, amelyet maga is megélt. Talán ez az egyik legnagyobb tanulság, hogy egy ember ne felülről ítéljen, pláne hogyha politikai hatalmat kap, hanem figyelje a környezetét, akitől lényegében ő függ a legjobban. Ez egyébként, ha úgy tetszik, több mint filozófiai, ideológiai tanácsadás, hisz a maga korában ez a politikai függvény óhatatlanul ott volt. Hát éppen az ön szerepében, Tokaji úr, megjelenik ez, amit említett is, hogy mind a pénz sóvárgástól kezdve, hogy kivel mit tesz a környezetében, hogy érvényesüljön. Ez nagyon-nagyon nagy intőjel, korokon keresztül, akár máig, de még a 30 éves háborút is túl kell éljük, még mindig nem vagyunk igazából az egész darabban, és hölgyként Evelyn kedves, hát azért olyan egy uralkodó, és most pont ott tartunk, hogy aki felülről néz, vajon mindent jól lát, jó információkat kap, mit tesz ő, hogy saját tapasztalata is legyenek, mit engedett meg a szerepkör? Igen, ez abszolút megvan benne, és én azért is szeretem ezt a karaktert, mert azt érzem, hogy nagyon komplex, és olyan, mint mi vagyunk, hogy nagyon sok mindenből vagyunk összetéve, és ugyanúgy a humor, a kicsit ironikus hangvétel, és az, hogy felülről néz néha dolgokat, emellett megvan neki a keménysége, és az embersége is, és a könyörületessége, tehát ott ugye van egy jelenet, amikor a Bodó Klára nevű szereplőnek segít, akkor azt gondolom, hogy ez egy kilépés ebből, tehát hogy akkor nem fentről néz, hanem akkor mint nő néz egy másik nőre, nem pedig mint uralkodó egy alattvalóra. Hát ez a szerepet egyébként
Kemény Zsigmond által megírt gyönyörű szép tulajdonság, hogy sorsközösséget vállal, holott eléggé nagy az a vákum, ami a két hölgyet elválasztja, mint társadalmi vákum egymástól, és mégis. Amikor a próbák mentek ilyen vonatkozásban, a úgynevezett utasítások milyen szép, változatlan családi légkört alakítottak ki, holott mindenki átvonult ebben az 1600-as évek időszakában az akkori ember érzéseit megélni. Parancsolja. Az az igazság, hogy ahol lehet, ott szereplőre írtam a szerepet. Mindig, ugye? A karakter. Igen, hát úgy láttam, hogy Evelynben megvan az a határozottság, ami elkerülhetetlen annak a státusznak a megjelenítésére, amit megjelenített. Az, amit az uralkodó osztályról egyáltalán tudni kell, most kizárólag Machiavelliből indulunk ki, mert állandóan ő van említve, de sokkal régebbi elméletek uralkodtak akkor, tehát Aquinói Szent Tamás is írt az uralkodásnak a céljáról, ami ugye hát inkább az Anjouban van kimondva, hogy az eszköz, az uralkodás, a cél az pedig minél több lelket átvinni az igazi létbe, ami az evilági lét után következik. Ezt a legnehezebb megértetni a mai korban, amikor minden el van anyagiasulva, hogy voltak olyan korok, amikor ezt a létet, amiben most is vagyunk, ezt árnyékvilágnak tartották, és ez a lét után következett az igazi lét, vagy a pokol. Ez attól függ, hogy mit cselekszünk. Akkor, amikor és ugye az imént említettem, hogy első könyves emberek, amikor régebbi, ahhoz, hogy a kereszténységet megértsük, ahhoz én nekem személy szerint nagyon sokat segített cezáreai Eusebiusnak az egyház története, ugye ő ott volt a niceai zsinaton 1700 évvel ezelőtt, és ott pontosan látjuk, hogy ezek nem egy könyves emberek voltak. Tehát ami nagyon veszélyes a Szentírásnak az a tudás nélküli magyarázata. Tehát amikor ezekben a régi keresztény írókban, az antik kornak a végén, a középkor elején beleolvasunk, akkor egy elképesztő tudást látunk, egy olyan tudást, ami valahol nagyon távol áll tőlünk. De ahhoz, hogy elmúlt korokat értelmezzünk, ahhoz nélkülözhetetlen az ismeretük. Most ezekből nyilvánvalóan nem tudjuk azt megtenni, hogy mindenki elolvassa ezeket a könyveket, de bizonyos citátumokat, bizonyos szellemiséget meg kell jeleníteni. Mi több, ezek évszázadokon keresztül hatottak, tehát az, hogy Tisza István egy nap a szavak miatt 12 párbajt vívott, az még mindig ennek a szellemiségnek a nyoma. És az, hogy ma a szó nem ér semmit, az ennek a szellemiségnek a vége, de az nem csak ennek a szellemiségnek a vége, hanem az Európának a vége. Ha megnézzük azt, hogy mindenhol Európában csökken a lakosság, mert már nincs annyi hit az emberekben, hogy ezt a világot, amit élünk, amit megteremtünk, továbbadjuk utódainknak. Mert fel akarjuk élni mi magunk az egészet most, azonnal. Ez valójában egy olyan, valójában az egész civilizációnk vége felé megyünk, ha nem fordítjuk meg. Persze mi nem tudjuk megfordítani, mi csak valami apró dolgokat tudunk tenni. Példának okáért az udvari kamaraszínházat működtetjük, és nem tudom, tehát esténként megpróbáljuk legalább lefékezni ezt a folyamatot, ha nem visszafordítani, ugye, a nézőink által. Történelmi helye Erdély ennek a gyönyörű darabnak, és az a kemény négy kötetes munka, amit megírt Kemény Zsigmond. Milyen
lehetőséget adott egy férfi szerepnek, Tokaj úr, amikor beleírta magát a saját szerepében. Mit adott saját magából, és ebből az emberből a szeretet úgy, ahogy van, hiányzott. Imádat a pénz iránt ott megvolt, a gazdagság iránt, és ugyanakkor mégis emberek között élve azért rendet kellett magában is tegyen a lelkében, hogy kihez hogyan kötődik. Ezt azért ott nem volt olyan könnyű megoldani, és erre rákészülni. Ön mi mindent épített fel a saját egyéniségébe, amíg csak eljutunk odáig ebben a darabban, hogy a kihaló levő szeretet, és ahogy a fiatal szereplő a szerelemmel kiegészíti ezt, a tisztasága, ami öntől ott a műsorban, magában a szerepben távol állt, mégis meg kellett vele küzdenie. Nem csak a vallásokkal, pláne a szombatosokkal, akik éppen ebben az időben erősödnek meg ott Erdélyben, Gyulafehérvárott. Parancsoljon! Nem könnyű? Hát mindenképpen úgymond gonoszt, vagy negatív figurát nagyon hálás játszani. De az egyik gyarlósága véget unokaöccsét örökbe fogadja és nevére veszi, Kassai Elemért. És hát szegény még őt is feláldozza, és ő is áldozatul esik az úgymond fösvénységének és a hatalomvágyának, és őt is elveszíti. És a legeslegjobb, hogy záródik az előadás, hogy a szeretet és a világban lévő szeretet biztosítja mindannyiunk boldogságát és hazánk függetlenségét. De urunk második eljöveteléig még előfordulhat, hogy a szóban forgó szeretetre a sötétség gonosz, háborgó felhői nyomasztó árnyékot vetnek. És ekkor függetlenségünket hatalommal, a hatalmat erővel és fondorlattal kell fenntartani. Beszélhetünk szeretetről, de amikor lépni kell, akkor erőt kell mutatni, és ha kell, fondorlattal. Bocsánat, hogy itt közbevágtam, azonnal visszaszívok mindent. Gyönyörű volt ez a gondolat magáról a szituációról, az emberi tulajdonságról, hogy végig elmondta. Csak ezt eljátszani sem olyan egyszerű, hogy a nézővel elhitesse, hogy én tényleg pontosan ilyen vagyok, ahogy a szerep számomra előírta, aztán találkozik az ember civilként önökkel egy előadás után, és ott egy egészen más egyéniséget lát, aki igazából ő maga. Tehát a színészi feladatnak a végrehajtása, ezt szeretném kihozni, hogy ragyogó volt, és tisztelettel köszönöm önnek is, úgy, hogy Evelynnek is, ahogy egy méltóságot fiatal koradacára el tudott velünk hitetni, hogy igenis ezt a méltóságot én pontosan megélem. Amit igazgató úr érintett a történelemből, beleértve a középkort, amely soha nem volt pejoratívan megítélhető, nem csak azért, mert felfedezések kora, hanem mert a műveltségi monopólium is nagyon szépen elindult. Csak kérdés, hogy ki hogyan jutott ehhez, és mit szeretett a megkapott információk alapján a környezetében tenni. Nagyon érdekes kor. És ez hogy hatott Magyarországra? Hogy hatott egyáltalán erre a csodálatos népre, amely soha nem adta fel? De mindig ölelésben volt Európában, és földrajzi helyzeténél fogva átmenő helyzetét is meg kellett, hogy éljen ebben a törökök. Nálunk ugyan 150 évig tudták bírni ezt a szituációt, és hát bizony ennek a hatásai megjelennek ebben a csodálatos darabban, úgyhogy Kemény Zsigmond nagyon keményen odafigyelt. Mi meg ma figyelünk oda, és amikor Attila végig nyomozott mindent, az érintett irodalmakat is beleértve,
mi minden úgy érzi, hogy még mindig van, amit ebben a darabban fel kell fedeztetni velünk, nézőkkel, hisz nagyon szép az a csodálatos feladat, hogy a színháza hiánypótló abban az értelemben, hogy a történelmet hogy ételjük meg folyamatában magunknak, magyaroknak és a világban, ha úgy tetszik. Hát az igazság az, hogy rendkívül szomorú, hogy ez az oknyomozó színház, mert az Udvari Kamara Színház az, tehát ez a módszer, ez az a gond, hogy ritka. Nem a történelemhez, hát Gárdonyi is kutatott, Jókai is kutatott, tehát nagyon komoly tudásra tettek szert, mielőtt egyáltalán a tollat kezükbe vették. Tehát az a fajta naív elképzelés, hogy tehát a színházi szakemberek ugye középiskolában, gimnáziumban voltak utoljára történelem órán. Ez is egy abszurdum, mert teljesen felfoghatatlan, hogy hogyan nem. Tehát ezt tanítani kellene a főiskolákon is, egyáltalán hogyan viselkedtek. Mi volt az önképük a 11., 12., 15. vagy 18. században az embereknek? Egyáltalán a viselkedésükben mi jelent meg az önképből? Magukon a festményeken olyan szimbólumok jelennek meg ebbe a korban, amiket szégyen, ha ma nem értünk. Tehát és a szellemi elithez kellene, hogy tartozzunk. Tehát most az a kérdés, hogy szakmunkásokat képzünk a főiskolán, vagy pedig a szellemi elitet képezzük. Ha szakmunkásokat képezzük, akkor szakmára kell, hogy tanítson. Az iskola, tehát szakmunkás képző. Ha szellemi elitet képzünk, akkor annak érteni kell az évszázadokon keresztül változó, legalább az európai szimbólumrendszert, ami leginkább a festményeken jelenik meg. Na most nyilvánvaló, hogy mi ezt a munkát elvégezzük az Udvari Kamara Színházban, mert ennélkül nincs értelme bármit tenni, tehát de hát nyilván, jó, én személy szerint szenvedélyes kutató vagyok, én 68. életévemben vagyok, az annyit jelent, hogy 53 éve minden nap olvasok valamit a történelemből, ez akkor az embernek a létévé válik. De hát miért a történelem? Mert a történelem a jelenünket eredményező múltunk. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy hogyan jutottunk ide, ahol vagyunk most, ha nem tudjuk, hogy honnan indultunk ki, mi mentünk keresztül, honnan tudnánk, hogy merre menjünk tovább. Tehát ez a tudásnél, minél részletesebb a múltról való tudás, annál inkább, most gondoljunk bele Kínába. Az elmúlt 10 évben 43 ezer kilométert építettek gyorsvasutat, a leglassabb az 200 kilométerrel megy, a leggyorsabb az 350-nel. 43 ezer kilométert építettek az elmúlt 10 évben. De várjunk, annyira tisztában vannak a saját múltjukkal, hogy amikor a kínai népi felszabadító hadsereg közeledett Kung Fu Cse. Igen. A 70-valahanyadik nemzedéki utódja először hagyta el a várost. A tiltott várost tegyük hozzá. Tehát a dolog az arról szól, hogyha ők ezt ennyire tudják, és ennyire képesek, hogy az én gyermekkoromban kék egyenruhákba szaladgáltak, és egy marék rizs volt a napi kajájuk. Ma pedig úgy néz ki minden városok, mint New York, tehát megáll az ész. Az egyik ismerősem az kiküldetésben volt Pekingben, meséli, hogy 400 kilométeres vonattal húztak át Sanghájba felvitték őket a legmagasabb épületbe, aminek a tetején egy ilyen fénykép van, hogy nézett ki ez 73-ban. Sehol egy magas építmény, semmi halászfalú látszik ott lenn, most pedig döbbenetes
őrületes város van ott, hatalmas nyüzsgéssel. Mi az alapja ennek a robbanásnak? Az, hogy tégláról tégláról, teljesen tisztában vannak a múltjukkal. Ezzel önmagukkal tisztában vannak. És akkor van mire építeni. Na most akkor, amikor mi, itt minden ember csak a saját születésétől a saját végéig gondolkodik. Tehát itt van mögöttünk egy ezer éves magyar állam, amiről a közbeszédben nagyon sokszor az az érzésem, hogy szégyen beszélni. Mert a közbeszéd nem arról szól, amik valóban vagyunk, hanem amivé talán tenni szeretnének bennünket. Igazgató úr, említette Kínát. Amikor a 70-es években kezembe került Pu Yi, az utolsó kínai császár voltam, című gyakorlatilag drámája, ez a tiltott városról szól, ki se tekinthettek. Ugyanígy volt egy furcsa fordulat a Vatikán, ott se nézett ki a pápa igazából az ablak kereten túl. Mi meg minek vagyunk időnként akadályozottai, hogy nem nézünk olykor tovább a mi múltunkat ismerve. Idézni szeretném önt. Mindannyiunk történelmi felelőssége tisztán látni a sorsunk alakulását, a meghatározó pillanatokat, a hiteles képet őrizni és továbbadni a kultúránkat, meghatározó történelmi múltunkat. Most itt olyan minőségek jelentek meg, mindjárt öt, amit ebben a szerepben, ebben a történelmi pillanat darabban, ami egyébként nagy hiány ismerete a magyar történelemnek, önök színre vitték. Egy fantasztikus előadásnak vagyunk ismételten a tanúi, és én azt hiszem, hogy a tiltott város szinonima szinten ki kellene tekinteni, nem csak úgy, hogy a nézőtéren ott elájulunk, és egymásra is nézzünk, hogy most akkor miről maradtunk mi le a tanulmányokat illetően. Önök történelmet szintén úgy tanultak az iskolába, akár Erdélybe, akár Délvidéken, akár bárhol, mind itthon, ha csak nem volt valami lelkiismeretes történelmi tanár, történelmet tanító tanár, aki vállalta esetleg az utóhangokat is, mert akkor már jobb helyzetben voltunk. Önöknek is ebben a kutatásban valahol bele kellett azért folyni. Evelyn erre már tett egy megjegyzést, hogy ő is kutatott. Igen, hát ez egy csapatmunka, közösen kutatjuk itt a próbaidőszak alatt. Muszáj elmélyülni benne. Igen, csak hogy itt individuálisan, fontos. Ugye a saját szerep eredetiét kellett egy kicsikét megvizsgatni, hogy viselkedett ez a hölgy, milyen tartása volt, hiszen a ruhákba se lehetett akárhogy közlekedni már magát, ez is ugye motiválta. Ugye? Abszolút, igen. És Tokaj úr? A szerepek megformálásánál nagyon sokat segít Attila azzal kapcsolatban, hogy abban az adott korban két férfi hogyan viselkedik egymással? Két férfi hogy beszél egymással? Hogy beszél egymással egy alattvaló és egy fejedelem? Egy fejedelem hogy beszél egy alattvalóval? Milyen abban az adott korban a nőkhöz való viszonyunk? A nőknek nem fordítunk hátat? Ezek mind nagyon fontosak és hatalmas segítségek a szerep megformálásánál. Ez csak egy epizód, a magatartást illetően, hogy a férfiak nem fordítanak hátat a hölgyeknek, bizony. De azért még ecsetelje, mert a saját szerepkultúrájában is van jó néhány epizód, amikor a hölgyekkel, de persze az urakkal is kell, hogy beszéljen. Például ott van a 18 című darab, amiben Szurmai honvédelmi miniszter urat alakítom, az is egy olyan kor volt az őszi rózsás forradalomnál, amikor egy hölgy megjelent, viselkedtünk, azonnal bejött egy hölgy.
Megteremtette a helyzetet, ránéztünk, nem fordítottunk neki hátat, még csak fél oldalt se álltunk egy hölgyel szemben. Ezek mind nagyon fontos dolgok, amiket be kell tartani és követni kell. De ez az élet felfogása, hiszen ha bejön egy hölgy, akkor felsüt a nap, és természetesen mi, férfiak, mint napra forgók, arra fordulunk. Ah, igazgató úr, ez gyönyörű. Ez nagyon szép és gyönyörű, de azért mi nőknek is van azért némi szembenéző, hogy mi hogy viselkedünk. Evelyn, hogy mennyire igen. Beleéli magát a hercegnő szerepébe, igen. Megy át, vonul át az öltözőnkön, mi ott öltözünk a jelen darabba, a rajongók Molnár Zoltánnal, aki a narrátort játsza, és egyszer csak Evelyn átvonul mögöttünk a kis abroncsos szoknyájába, és közli, hogy alattvalóim, majd ki, jobbról be, balra ki, és ennyi, és megy a jelenetre. Én ez egy tüntéri dolog, hiszen Evelyn, ez egy hangolódik. Kedves, azt hiszem több, mint hangolódás ez. Nem tudok kiszakadni ebből a nagyon szép milliéből, és csak dicséret, és nem pedig pejoratív vicc. Ez egy nagyon kedves dolog, kivívja magának azt, hogy tessék engem innentől kezdve így kezelni. Azért ez mégis egészen más, ugye, ami a maga viselet. És akkor az öltözőjéből is megy, és onnantól kezdve ő már hercegnő. Tehát. És az alattvalók. Mi pedig bólintunk, és köszöntjük, hogy hercegnő. Igen. Még így tükörbe is. Tehát. Nagyon sok szereplős azért ez a darab, hisz fiatalok életét a politikát képviselő családtagok sajnos tönkreteszik. Mindegyik szerepnek megvan a maga nagyon szép toltölig tartalma. És miután, ha itten 6 perc van, majdnem 7, ez is legyen az önök ideje, hogy beszéljenek erről a nagyon szép rajongók Kemény Zsigmond darabról, arról az üzenetről, amit igazgató úr a történelembe picit bejárt, a mai történelem érintve más tartományokat, országokat, mert egymásra hatunk, mese nincs, mindenhol tanulunk és szembesülünk valamivel, hiányunkról, és mi az, amiben nagy Isten, mi vagyunk talán markánsabbak. Ilyen a történelem. De az a nagyon szép gesztus, ami végigmegy ezen a darabon, a szeretet hiánya, és a végső következtetés, hogy nem hiányáról kell beszélni. Nem az történik, hanem fogjunk össze. Ez az emocionális rész, ez nem könnyű megformálni, ezt az emocionalitást, mert ez egy történelmi szituáció, férfi és nő, férfi és férfi közötti kommunikációt hivatott előrehozni. Hát mindenféleképpen a viszályt azt egy kiegyezéssel lehet rendezni, az egyértelmű. De hát a hitnek a szeretet a lényege, a keresztény hitnek. Tehát az a fajta az ökumene, az a fajta civakodás, ami oly sok ideig ment, az praktikusan az ökuménevel fejeződik be, és a rádöbbenéssel, hogy mi a lényege a szeretetnek. Hát ez az új szövetségben benne van. Úgyhogy a megoldás az ott van. Viszont ismételten utalnék arra az angol közmondásra, ami úgy szól, hogy a legveszélyesebb a kevés tudás. Na most ez az 1600-as évek a kevés tudásnak az ideje. Szemben mondjuk rá Cezáreai Eusebiusszal, akinek nem kevés a tudása, és azoknak az egyházi atyáknak se, akik ugye azon a zsinaton, a niceai zsinaton meghozták azokat a döntéseket, amik máig napig érvényesek. Most itt van egy olyan kötelezettségünk, hogy elmélyedjünk a tudásban, és hogy visszafogjuk azokat a romboló ösztönöket, amik általában gyorsabbak, mint a tudás megszerzése. Úgyhogy a türelmetlenség az nem vezet jóra. Nem vezet jóra.
Másrészt ugye mit kaptunk a tanárainktól, milyen történelmet hozunk magunkkal. Én személy szerint a családomnak köszönhetem. Tehát az én családom az elszakított területeken élt, ugye Szabadkán, de mi a családban mindig, mint ilyen illegalitásban vonult magyar királyi alattvalóknak tartottuk magunkat, és a fölöttünk lévő köztársaságokat múlékony pillanatnak vettük így úgy a családba, ezt én így kaptam a családból. Tehát az én nemrég távozott nagynéném két világháború között, mint gyermeklány, minden nap azért imádkozott, hogy jöjjön már a magyar királyi honvédség. És 41-ben a visszacsatoláskor az ő születésnapjára érkezett. Ez megint az ima erejéről szól. Nem vonjuk, nem is vonhatjuk kétségbe, hál' Istennek, hogy megtörtént. Evelin, néhány kedves hívószót a kedves nézőinknek, nem csak erre a darabra, de most mondjuk ez elsősorban, hisz ez az ön szakmai életében ugye az első ilyen nagy főszerep, vagy legmeghatározó szerep. Mit üzen a kedves nézőinknek? Azt üzenem, hogy jöjjenek és nézzenek bennünket, de remélem azért, hogy ez a beszélgetés jó kis kedv csinálónak bizonyult. Szerintem, amit többször elhangzott, hogy hiánypótló ez a színház, hiánypótló az, amit csinálunk, fontos, amit csinálunk, és ez egy ilyen igazi színház, igazi jelmezekkel, igazi díszletekkel, korhű, és szívünket, lelkünket beletesszük, úgyhogy örülünk, hogyha jönnek és értékelik, amit csinálunk. Köszönöm szépen, Evelin Tokai úr. Én is csak megerősíteni tudom ezeket, hogy igenis kell ez a küldetés tudat és ez a hitvallás, amit ez a színház, az Udvari Kamara Színház képvisel, és várjuk a kedves nézőket minél több előadásunkra. Olyan érdekes ez az élet, hogy az ember beszél hitről, beszél a vallásról, és minden vallásról tisztelettel tud elmélkedni. Azonban egy történelmi helyzet és millió egy új és új, ha úgy tetszik, átértékelést is kíván, de ugyanakkor üzenet a mára. A feltámadás idejében is folytak még az előadások. Szívesen és szeretettel jöttük, a premier maga március 22-én volt, úgyhogy itt tényleg az ember azt mondta, hogy most a lelkét is ünneplőbe öltözteti, de az elképzelés az valóban az is lett. Ünneplő öltözetben, lélekben jöttünk ki. Nagyon tisztelettel köszönöm, hogy elfogadta ismét a meghívást Andrássy Attila igazgató úr, és most már a Jászai Mari díjat mindenféleképpen ki kell, hogy hangsúlyozzam, korrigálni fogjuk. Evelin, sok sikert kívánok, és a Jóisten segítségét is. Nagyon köszönöm. Hogy ezt a fejlődést, ezt a megkezdett nagyon szép utat hitvallásával is téve, önök nem szakmát gyakorolnak, hanem szó szerint elkötelezett hittel dolgoznak, és ez nagyon fontos. Köszönjük. Tokai úr, ezt a gyönyörű férfi hangot változatlanul szeretnénk hallgatni a további szeretőkben, és itt is. Biztos vagyok benne, hogy egymásnak nagyon erőt adnak, és ez egy ilyen közösségben, ahol mindig más karaktert is kell, hogy eljátszanak, hisz néhány darabra most ott, az ember mégis tényleg elhiszi, hogy egy másfajta embert lát, holott ismerjük már önöket, és ez nagyon-nagyon szép ajándék. Kedves nézőink, szeretettel várjuk önöket mindig a Magyar Kanizsai Udvari Kamara Színház előadásaira, most éppen az említett darab fog folyamatosan itt lenni, hisz ez a darab visszavezet bennünket az 1600-as években, és igenis a rajongók minősége bennünket egy olyan rajongóvá is tett, hogy tiszteljük a színészek munkáját, a hivatását. Viszontlátásra!